Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a te lelkeddel. Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvérek! Ma Krisztus király ünnepe van, az egyház Krisztust, mint az egész teremtett világ uralkodóját, királyát ünnepli. Ezt a szentmisét, kedves testvérek, felajánlom egyházközségünkért és minden tagjáért. Most tartsunk őszinte lelkiismeretvizsgálatot, bánjuk meg bűneinket, hogy tiszta lélekkel ünnepelhessük az Úr szent titkait. Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket. Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívd a bűnösöket. Krisztus, kegyelmezz! Krisztus, kegyelmezz! Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közben jár értünk. Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Könyörögjünk.
Mindenható Istenünk, Te öröktől fogva úgy határoztál, hogy szeretett fiatban, a mindenség királyában megújítasz mindent. Add, hogy az egész teremtett világ megszabaduljon a bűn szolgaságától, fölségednek hódoljon, és szüntelenül dicsőítsen téged. A mi Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Dániel próféta könyvéből. Láttam az éjjeli látomásban, hogy íme az égfelhőin valaki közeledik. Olyan volt, mint az emberfia. Amikor az ősöreghez ért, színe elé vezették. Hatalmat, méltóságot és királyságot adott neki. Minden népnek, nemzetnek és nyelvnek őt kell szolgálnia. Hatalma, örök hatalom, amely nem enyészik el, és a királyság nem szűnik meg soha. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Az Úr országon, királyi fölségbe öltözött. Az Úr országon, királyi fölségbe öltözött, felövezte magát hatalommal. Az Úr országon, királyi fölségbe öltözött, megerősítette a földet, hogy meg ne invogjon. Öröktől fogva vagy te, Uram, szilárdon a trónod kezdet óta. Az Úr országon, királyi fölségbe öltözött, bizonyságaid valóban igazak. Uram, szentség illeti házadat, most is mindörökké. Az Úr országon, királyi fölségbe öltözött. Szent Lecke a Jelenések könyvéből. Testvéreim, Jézus Krisztus hűséges tanú, elsőszülött a holtak közül, és a föld királyainak fejedelme. Ő szeret minket, vérével megváltott bűneinktől, és atyának, az Istennek országává és papjaivá tett bennünket. Ővé a dicsőség és a hatalom, örökkön örökké. Ámen. Nézzétek, közeledik a felhőkön. Látni fogja őt minden szem, míg azok is, akik átszúrták. A föld minden népe veri majd a mellét. Igen. Ámen. Én vagyok az Alfa és az Omega, mondja az Úr, az Isten, aki van, aki volt, és aki eljő, a mindenható. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Atyánknak, Dávidnak jövendő országom. Alleluja! Az Úr legyen veletek! És
és a te lelkedben. Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Pilátus maga elé hívatta Jézust, és megkérdezte tőle, te vagy a zsidók királya? Jézus így válaszolt, magadtól mondod ezt, vagy mások mondták neked rólam? Pilátus ezt felelte, hát zsidó vagyok én, saját néped és a főpapok adtak a kezembe. Mit tettél? Ekkor Jézus így szólt, az én országom nem ebből a világból való. Ha ebből a világból volna az országom, szolgáim harcra kelnének, hogy ne kerüljek a zsidók kezére. De az én országom nem innét való. Pilátus megkérdezte, tehát király vagy? Jézus így felelt, te mondod, hogy király vagyok. Én arra születtem, és azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Aki az igazságból való, az hallgat szavamra. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek, az Úr Jézus, mint a világ egyetem királyát ünnepeljük tehát a mai napon, az egyházi év utolsó vasárnapján, hiszen következő vasárnap, advent első vasárnapja lesz, és majd megkezdődik az advent időszak következő vasárnaptól. Tehát nem véletlen egyébként, hogy ez az ünnep, Krisztus király ünnepe, a világegyetem uralkodójának ünnepe, így az egyházi vége felé van, hiszen arra utal, hogy amikor majd az időknek a vége érkezik, legalábbis a földi élet, amiben most élünk, egyszer ugye véget ér, aztán lesz helyette egy másik egészen új, de hogy eljön ez az utolsó nap, akkor fog egyértelműen mindenki számára nyilvánvalóvá válni, hogy az Úr Jézus Krisztus az egész világnak az uralkodója, ő a megváltó, a legnagyobb király, amit ugye a történelem valaha is megélt, illetve rendelkezett vele. Miért lett az Úr Jézus uralkodó? Miért lett mindenki fölé rendelve? Erről ír Pál apostol a Filippiekhez írt levelében. Isten felmagasztalta Jézust, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban, s minden nyelv hirdesse az Atya Isten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr. Tehát a mennyei Atya magasztalta föl az ő egyszülött fiát, ő tette ilyen hatalmas királlyá. Kedves testvérek, amikor mi királyokról hallunk, akkor nyilván elsősorban a földi királyok jutnak eszünkbe, akik a történelem folyamán uralkodtak különböző országokban, Magyarországon is. És hát ugye igaz, hogy volt közöttük elég sok, aki inkább zsarnok volt, nem olyan uralkodó, aki szeretettel kormányozta volna népét. Aztán ugye voltak, hála Istennek, szent királyok, akik igyekeztek Krisztus tanítása szerint megélni ezt a fajta hivatásukat. Ők nyilván jó példái, hogy milyennek kellene lenni egy földi uralkodónak. De azért általában, amikor mi, főleg mai magyarok, ugye a királyság intézményére gondolunk, akkor általában nincs valami jó véleményünk róla. De ez köszönhető annak is, hogy ugye a többségünk még a rendszerváltás előtt tanulta a történelmet, és akkor ugye ha kellett, hanem minden rosszat elmondta a királyokról. Ugye volt benne igazság, de nyilván volt benne csúsztatás is. De sikerült velünk úgymond megutáltatni ezt az intézményt, és milyenkor mindig arra gondolunk, hogy bárki is uralkodna, mint király fölöttünk, akkor biztos, hogy csak valaki gonosz ember lehetséges ez. Nyilván nem egyértelmű, bár az is igaz, hogy van lenne erre esély. De amikor Krisztusra, mint királyra gondolunk, akkor nyilván lehetőleg, vagy remélem, hogy nem valami rossz államforma, vagy valami rossz szokás jut az eszünkbe, hanem ugye csak nem gondoljuk, hogy Krisztus, mint király, ugye zsarnokoskodna fölöttünk. Már sokszor nehéz megtartani az ő parancsait, az ő tanítását, de remélhetőleg elhisszük, hogy mindezt a mi érdekünkben mondta, nekünk akar segíteni azzal, hogy helyes utat mutatott számunkra, hogy minden nap hogyan tudjuk megélni hitünket helyesen, példaértékűen, hogyan tudunk szeretetben élni igaz keresztényként. Nem könnyű ezeket mindig megélni, de azt gondolom, hogyha elhisszük, hogy valóban Krisztus jót akar nekünk, akkor könnyebben tudjuk odaadni magunkat neki és az ő tanításának, illetve az ő tanítását tettekre váltanunk. Tehát Krisztusra, mint királyra úgy tekintsünk, hogy valóban, ami javunkat akarja, nekünk akar segíteni,
vezetni akar minket, mint tulajdonképpen, ahogy egy jó pásztor gondoskodik az ő nyájáról, úgy uralkodik tulajdonképpen Krisztus rajtunk mai embereken is. Nem új ez a hasonlat, hogy a király, mint jó pásztor, hiszen az Ószövetségben ez már megjelent, Izajás próféta könyvében ezt olvashatjuk az egyik helyen, nézzétek a ti istenetek, íme Isten az Úr eljön hatalommal, karja mindent uralma alá vet, győzelmének jutalma halad a nyomában, előtte meg a győzelmi jelvények. Mint a pásztor úgy legelteti nyáját, karjaira veszi bárányait, az ölében hordozza őket, és nagy gonddal vezeti az anyajuhokat. Kedves testvérek, amikor Krisztus uralmáról beszélünk, akkor ilyenfajta uralkodás kell, hogy az eszünkbe jusson. Ez a gondoskodó szeretetnek a megnyilvánulás, hogy Krisztus gondoskodni akar rólunk, segít minket, hogy lelkileg mindig előbbre jussunk, hogy aztán egy napon a mennyországba is sikerüljön eljutnunk, hogy az üdvösségnek teljesen a részesei lehessünk. Tehát fontos, hogy bízzunk az üdvözítőben, a királyban, rá tudjuk bízni magunkat teljesen. Uram, itt van az életem, rendelkezzél velem belátásod szerint. Mint hogy a földi királyok életében is sok alattvaló esküdtett az ő királyának, hogy egy életem, egy halálom, ugye téged szolgállak, Uram, királyom, mondták régen, még a mesékben is, nyilván a valóságban is, hogy valami hasonlót tudnánk-e mondani mi Krisztusnak, a mi üdvözítőnknek, a mi égi királyunknak, leghatalmasabb uralkodónknak, hogy egy életem, egy halálom, kezedbe ajánlom lelkemet, Istenem, rendelkezzél velem belátásod szerint. Tudnánk-e ilyen esküt vagy ígéretet tenni az üdvözítőnek? Hát tulajdonképpen, amikor megkereszteltek minket a szüleink, a mi nevünkben már megtették ezt, hiszen akkor csatlakoztunk igazán Krisztushoz, a mi üdvözítőnkhöz, és nem kéne más tennünk, csak ezt betartanunk, ezt a keresztségben megtett ígéretet, amit a szüleink a mi nevünkben tettek. És az, hogy mi itt vagyunk, azt jelenti, hogy mi is ezt elfogadjuk, komolyan vesszük keresztény hitünket. Már egy jó ideje, mi magunk is így szeretnénk élni Krisztus követőiként, Krisztus hűséges alattvalóiként. Kedves testvérek, fontos még tisztában lennünk azzal, konkrétan hangsúlyozva, hogy Krisztusnak az uralkodás, az a szeretetnek az uralkodása. Tehát a szeretet az, amely segíteni akar a másikon, jót akar a másiknak, mellette akar lenni a másik mellett. Az Úr Jézus Krisztus mindig velünk akar lenni, szeretettel akar gondoskodni rólunk. A szeretet azt akarja, a szeretet uralmában éljünk, hogy fogadjuk el az ő szeretetét, és természetesen viszonozzuk azt a szeretet, amit tőle kapunk, és nem csak ő felé, az Isten felé, hanem embertársaink felé is. Így is tudjuk szolgálni a szeretet uralmát, Krisztus uralmát, hogyha mi is szeretetben élünk Isten felé, és embertársaink felé is. Krisztusban, kedves testvérek, ne féljünk tehát úgy elgondolni Krisztust, mint az uralkodót, a királyt, aki jóságos uralkodó, aki nekünk akar jót, aki nekünk akar segíteni, aki minket akar boldoggá tenni. Ne féljünk hűséges alattvalói lenni ő neki. Újítsuk meg ígéretünket, mindig emlékeztessük magunkat arra, hogy ő hozzá tartozunk, Krisztus királyhoz, az ő dicsőségére szolgálunk, és a saját lelkünk üdvére, és lehetőleg más embertestvérünk lelki üdvösségért is ténykedünk, mint Krisztus hűséges alattvalói, mint Krisztus hűséges katonái a hitben, a szeretetben. Amen. Most álljunk fel és valljuk meg hitünket. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában,
aki az atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kín halált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szent Lélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút, ő szólt a proféták szavával. Hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban, vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Testvéreim, a mi Urunk a királyok királya és az uralkodók ura, hódolatunkkal együtt terjesszük eléje kéréseinket. Te vagy, Urunk, az örök és egyetemes király, terjeszd ki szelíd uralmadat minden emberre. Kérünk téged, hallgass meg minket. Te vagy, Urunk, a szentség és a kegyelem királya, szenteld meg egyházadat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Te vagy, Urunk, az igazságosság és a béke királya, adj békét a népeknek. Te vagy, Urunk, a szeretet és az élet királya, erősíts meg keresztény családokat. Te vagy, Urunk, a jóság királya, gondviseléseddel gyámolíts minden embert. Urunk Jézus Krisztus, hittel valljuk, hogy Te vagy a mindenség királya. Irgalmas jóságoddal hallgasd meg esdeklő népedet, és áld meg örökségedet. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Jesus, she is born.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszentek házára. Urunk Istenünk, felajánljuk neked ezt az engesztelő áldozatot, és könyörögve kérünk, hogy az egység és a béke ajándékát adja meg minden népnek, szent fiat, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Ámen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkedet. Emeljük föl szívünket. Emeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, minden ható örök Isten. Te egyszülött fiadat, a mi Urunkat, Jézus Krisztust, az örömolajával örök főpappá és a mindenség királyává kented, hogy a kereszt oltárán tökéletes engesztelő áldozatul felajánlja önmagát, és véghez vigye az emberek megváltásának szent művét. És miután hatalma alá vetett minden teremtmény, az örök és egyetemes országot mérhetetlen fölségednek átadja, az ő országa igazság és élet, kegyelem és szentség, igazságosság, szeretet és béke. Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónod körül álló hatalmas égi szellemek és minden seregek a mennyben, a te dicsőséget himnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül énekeljük. Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsői téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk te át, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Haláladat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk fel.
Annak emlékét ünnepeljük Te át, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk Neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyeressük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, Szent István királlyal és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápánkat és Miklós püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen Te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos Atyánk, vond magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a Te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd minden ható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Testvéreim, Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ezért mondjuk bizalommal. Mi Atyán, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Urunk Jézus Krisztus, Te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk. Mirabile it.
Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
könyörögjünk. A halhatatlanság eledelét magunkhoz véve kérünk, Istenünk, hogy mi, akik dicsőségünknek tartjuk azt, hogy Krisztust, a mindenség királyát szolgáljuk, a mennyek országában örökre vele éljünk, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Hirdetéseink elején köszöntjük azokat, akik a héten ünnepelték vagy a névnapjukat, vagy a születésnapjukat. Kérem őket, hogy álljanak fel. És a Jóisten Jóisten áldását fogadjátok, meg a mi köszönetünket, köszöntésünket, meg a szent képeket, a minisztrácok elkezdik osztani, jó? Akik állnak, adja nekik egy szent képet, aki még nem kapott, jó? Áldjon meg és őrizzen meg titeket az Isten. Amen. Ragyogtassa rajátok arcát, és legyen hozzátok irgalmas. Fordítsa felétek tekintetét, és adja meg nektek békességét. Titeket, akik névnapotokat, születésnapotokat ünneplitek, áldjon meg a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Isten éltessen benneteket sokáig. Foglaljatok helyet. Hirdetések. Szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik segítettek a tegnap esti bál megszervezésében és lebonyolításában. Nagyon sokan szorgoskodtak, mindannyiuknak nagyon szépen köszönjük az egyházközség nevében a szervezés és a munkát. Jó Isten áldjon meg titeket! És természetesen az adományozók nagylelkűségét is köszönjük. Jó Isten fizesse meg nagylelkűségeteket, kedves testvérek! Azt gondolom, hogy jól sikerült a tegnap esti bál. Elég sokan összejöttünk, nagyon rosszul nézett ki a helyzet a létszámot tekintve még múlt héten hétfőn, illetve a héten hétfőn, aztán hála Istennek utolsó pillanatban megindult a jegyvásárlás, úgyhogy jó Istennek is hálásak lehetünk, hogy megmenekült a bál. Amúgy is megtartottuk volna, de nyilván 20 emberrel mondjuk azért szomorúbb lett volna a helyzet. Jó, tehát köszönet jár mindenkinek, aki adományozott is, meg aki részt vett a szervezésben, lebonyolításban, nagyon szépen köszönjük. Szerdán este imaóra lesz a plébánián, este 8 órától, ez az elmélkedéssel egybekötött imaóra, szentírás olvasással. Ez nem a Biblia óra, ez egy másik alkalom, ez egy imaóra lesz. Tehát szerdán este 8 órakor a plébánián mindenki szeretettel várunk erre az imaórára. Jövő szombaton lesz a itthonos gyerekeknek ez a játszó, imádkozó nap. Ugye a plébániára várjuk őket 9 órától. Tehát a hittanos gyerekeket várjuk, barátaitok is hozhatjátok magatokkal, 9 órára szombaton, és akkor lesz játék, meg imádság, együtt töltünk egy napot itt a plébánián szombaton. Gyertek minél többen! Aztán szintén jövő szombaton a református templomban adventi koncert lesz 5 órától, 17 órától. Gitáros énekkarunk is fel fog lépni, meg aztán itt közülünk többen énekelnek a ökumenikus kórusban, jól tudom, ők is énekelnek, tehát, és mi is meg vagyunk hívva erre a koncertre, tehát szombaton 17 órakor, 5 órakor a református templomban menjünk el minél többen, vegyünk részt ezen a koncerten. Jövő vasárnap délután 4 órakor a keresztény szülők csoportjának lesz összejövetele a plébánián, új tagokat is szeretettel várunk, tehát délután 4 órától jövő vasárnap keresztény szülők csoportjának összejövetele. A szentmisék rendjéről igazából nincs változás időpontot tekintve, tehát hétfőn, kedden, szerdán 5 órakor lesznek a szentmisék, csütörtökön ugye nincsen szentmise, pénteken 5 órakor lesz szentmise, kora este, szombaton nincs szentmise, vasárnap pedig 11 órakor lesz szentmise. Ugye megkezdődik tehát az advent időszak, advent első vasárnapja lesz, következő vasárnap, és következő vasárnap ugye a halottak évfordulója is lesz, elhunyt testvéreinkért is imádkozunk majd a szentmisében. Ez a hirdetés, aztán most mondanám a második prédikációmat, nem kell meged, nem lesz hosszú, de valóban egy kis ilyen lelki beszédnek szánom. Kedves testvérek, nyilván láttátok már, hogy jó ideje, egyre kevesebben vagyunk már a templomban. Most hála Istennek többen vagyunk, mint a múlt vasárnap, de múlt vasárnap elég elszomorító volt, hogy nagyon kevesen voltak, gyermekek is a diákmisén. Tehát mit lehetne tenni annak érdekében, hogy újra megteljen ez a templom? Ezen gondolkodtam a héten, meg beszélgettem pár emberrel, és lehet, hogy nem a legszenzációsabb megoldás, de azt hiszem megéri a próbát.
Próbáljuk meg azt megcsinálni, kedves testvérek, hogy mindenki, aki jár a templomba, próbálj meg legalább még egy embert elhozni a szentmisére. Érezzük ezt hivatásunknak, elsősorban a családon belül, aztán a rokonságon belül, baráti körön belül, vagy munkahelyről. Nyilván elsősorban a katolikusokat szólítsuk meg, de hogyha eljön más felekezetű testvérünk szívesen ide, akkor őt is szeretettel várjuk. Tehát minden egyes tagot megkérek, a kicsiktől kezdve, ők iskolába járnak, nekik is vannak osztálytársaik, vannak a hitonos társak, akik ugye templomban nem járnak, őket is meg lehet szólítani, idősebbeket, a gyermekek közül, aztán a fiatal felnőtteket, idősebb felnőtteket, nyugdíjasokat, a nyugdíjas klubba is járunk, szomszédot, utcabelieket, tehát kedves testvérek, legyen ez egy feladat, majd még jó párszor el fogom mondani ezt a vasárnaponként, hogy próbálj meg tehát még egy embert legalább hozni ide a templomba. Nyilván nem könnyű a dolog, viszont nem kell megijedni tőle. Nagyon fontos dolog, hogy imádkozzunk ezért. Kérjük a Jóisten segítségét, hogy ezt a hivatásunkat, a küldetésünket, mint felnőtt keresztény embernek, nem csak a papok feladata, meg a misszionárisok feladata, hogy hirdessék az evangéliumot, meg embereket hívjanak a templomba, hanem minden megkeresztelt embernek, főleg akik meg vannak bérmálkozva, de ettől a kicsik is megtehetik az iskolában, vagy baráti körükben. Tehát nézzünk szét, ki az, aki esetleg régebben járt templomba, azt nyilván az könnyebb esetleg visszahozni. De fontos, még ezt hangsúlyozom, hogy Jóisten segítségét kérjük ehhez, nem kell megijednünk, mert tény, hogy nem tudunk a saját erőnkből más embereket elhozni ide a templomba, viszont azt gondolom, hogy Jóisten megadja minden jó szándékú, úgymond misszionárosnak a segítséget ahhoz, hogy ezt a küldetésünket teljesíteni tudjuk előbb vagy utóbb. Van, akinek hamarabb siker, van, akinek később, nem kell nyilván kétségbe esni. Van a kemény diók, akiket nehezen meggyőzni arról, hogy eljöjjenek a templom, van, akik könnyebb. De azt gondolom, Jóisten mellettünk áll ebben a küldetésünkben, ebben a hivatásunkban, hogy ezt komolyan vesszük, és rendszeresen kérjük is a Jóistent azért, hogy tudjuk teljesíteni ezt a feladatunkat. Kérünk a Jóistentől bölcsességet, hogy megfelelőképpen tudjunk szólni embertársainkhoz, hiszen ez sem mindegy. Az sem jó, ha valakinek az idegeire megyünk, hogy gyere már templomba, és akkor pont az ellenkezőjét érjük el. Tehát nyilván nehéz, meg minden ember más, valakit lehet, hogy pont így lehet elhozni, valakit meg más eszközökkel, nyilván a normális eszközök, meg a szeretetből fakadó eszközök keretén belülről beszélünk, tehát nem kell senkit megfenyegetni semmivel, honna, és a többi, és a nem is mondok rossz példákat. Tehát viszont kell a bölcsesség a Jóistentől, hogy mindig olyasmit mondjunk az embertársunknak, amivel valóban el tudjuk ide csábítani őt a templomba. Tehát minden nap imádkozzunk azért, minél többször, tehát, hogy Jóisten segítsen minket megtalálni a megfelelő helyes eszközt arra, hogy úgymond kinézett embertársunkat vagy embertársainkat el tudjuk ide csábítani a templomba, hogy megfelelően szóljunk hozzájuk szeretettel, ugyanakkor felkeltve bennük az érdeklődést is. Tehát legyen ez egy küldetésünk, hivatásunk, tegyünk azért mi is, hogy ebbe a templomba még több ember jöjjön el, hogy még többen, mert nekik is érdekük tulajdonképpen, ugye aki meg van keresztelve katolikusnak és nem jár templomba, mert nincs ideje, meg nincs kedve, tehát persze ez is relatív, hogy mihez van az embernek ideje. Ugye régen mondták, még a 50-es, 60-as években, hogy nekünk nincs idejünk templomba járni, mert ez a munka, az a munka, amaz a munka, aztán megjelentek a televízió, és kiderült, embereknek rengeteg idejük van, hát ugye amire időt akarunk szállni, arra van időnk, tehát ez mindig rajtunk múlik, hogy mit teszünk igazán komolyan. Tehát kedves testvérek, akkor ezt a küldetést bíznám rátok, magamra is, én is igyekszem ezt megtenni. Valakinek már szóltam, hogy jöjjön és itt is van a templomba, úgyhogy én már megcsináltam a feladatot, de nyilván nem szabad megállni ezzel. Úgyhogy tényleg érezzük át ennek a fontosságát, hangsúlyát, és imádkozzunk mindig a Jóistenhez, kérjük őt, hogy ezt a feladatunkat tudjuk teljesíteni. Jó? Tehát most mindenkit misszionáriussá teszek, így a papi hatalmamnál fogva, küldetés ki van osztva, szeretettel és lelkesedéssel és imádsággal törekedjünk tehát erre, jó? Ha esetleg valaki nem megy, nem kell kétségbe esni, próbálkozunk meg másnál, hagyjuk egy kicsit békén egy időre, aztán visszatérhetünk hozzá, de hangsúlyozom mindig a szeretettel, a szeretetnek a hangján és a bölcsességgel forduljunk ezekhez az embertársainkhoz. Imádkozzunk értük is, de magunkért is, hogy ezt meg tudjuk tenni. Erről ennyit. Még erről visszatérünk még többször erre, hiszen mondom, látjuk, hogy egyre kevesebben vagyunk sajnos. Rengeteg katolikus van a településen, viszont egyre kevesebben járunk. Na még egy dolog, Erzsit megkértem szóval esőnek, hogy álljon el. Elállt az eső?
Esik? Nem sikerült, már legközelebb jobban fog sikerülni. Ugye a Buszkai kereszthez mentünk volna ki, de esőbe, akkor azt nem tudjuk megtenni, akkor ez most elmarad. De azt gondolom, hogy azért el tudnánk az imádságot mondani a szentmise után közvetlenül rögtön, amit ott szántunk egy rövid imaórát a Buszkai keresztnél. Ilyenkor Krisztus király ünnepén amúgy is szokott litánia lenni a templomokban, szentségimára, és esetleg most ezt nem csináljuk meg, viszont amit a Judit megbeszéltünk a kinti szertartást, akkor azt elvégezzük, jó? Tehát meg lesz a szentmise befejező áldása, és akkor az első éneket megbeszéltünk, Judit, jó, azt elkezdjük énekelni, és akkor a litániát elvégezzük, meg több imádságot, de 10-15 perc lesz. Akinek nagyon kell sietni, az elmehet, jó? Tehát nem kötelező itt maradni, aki esetleg tud, az maradjon itt, akinek meg mennie kell, az mondjuk az áldás után elindulhat, jó? Akinek marad, az maradjon, mondom, hogy 10-15 perc lesz körülbelül most a szentmise befejező áldása után. Maradhatunk ülve, majd szólok, amikor föl kell állni erre. Most az áldásra álljunk fel, de utána le lehet ülni. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. A szentmise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak. Istennek legyen hála. Szép vasárnapot kívánok mindenkinek. Jézus Krisztus, hódolva vallunk téged az egész világegyetem legnagyobb hatalmának, királynak. Mi keresztények különösképpen a te alattvalóid vagyunk. A keresztségben keresztülőink nevünkben hűséget fogadtak neked, és mi megújítjuk ezt a hűségfogadalmat. Ígérjük, hogy szent vallásunk szerint iparkodunk élni. Jézus isteni szíve, felajánljuk neked e jó szándékunkat. Add kegyelmedet, hogy téged minél többen elismerjenek Uruknak, és törvényeidet megtartva, minél többen boldog békességben élhessenek a földön, és eljussanak a égi országodba, ahol az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol, örökkön örökké. Ámen. És foglaljunk helyet, és a Jézus szent nevéről szóló litániát imádkozzuk el. Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk! Jézus, hallgass minket! Jézus, hallgass minket! Jézus, hallgass meg minket! Jézus, hallgass meg minket! Mennybéli Atya Isten, irgalmazz nekünk! Megváltó Fiú Isten, irgalmazz nekünk! Szentlélek Úristen, irgalmazz nekünk! Szent Háromság egy Isten, irgalmazz nekünk! Jézus az élő Isten fia, irgalmazz nekünk! Jézus az örök világosság fényessége, irgalmazz nekünk! Jézus a dicsőség királya, irgalmazz nekünk! Jézus az igazságosság napja, irgalmazz nekünk! Jézus a boldogságos szűz Máriának fia, irgalmazz nekünk! Szeretetre méltó Jézus,
irgalmazz nekünk. Csodálatos Jézus, irgalmazz nekünk. Jézus erős Isten, irgalmazz nekünk. Jézus a jövő élet atya, irgalmazz nekünk. Jézus a nagy tanács angyala, irgalmazz nekünk. Leghatalmasabb Jézus, irgalmazz nekünk. Legtürelmesebb Jézus, irgalmazz nekünk. Legengedelmesebb Jézus, irgalmazz nekünk. Szelíd és alázatos szívű Jézus, irgalmazz nekünk. Jézus szerető barátunk, irgalmazz nekünk. Jézus a béke Istene, irgalmazz nekünk. Jézus az élet szerzője, irgalmazz nekünk. Jézus az erények példaképe, irgalmazz nekünk. Jézus a lelkek keresője, irgalmazz nekünk. Jézus a mi Istenünk, irgalmazz nekünk. Jézus a mi menedékünk, irgalmazz nekünk. Jézus a szegények atya, irgalmazz nekünk. Jézus a hívek kincse, irgalmazz nekünk. Jézus a jó pásztor, irgalmazz nekünk. Jézus igaz világosság, irgalmazz nekünk. Jézus örök bölcsesség, irgalmazz nekünk. Jézus végtelen jóság, irgalmazz nekünk. Jézus utunk és életünk, irgalmazz nekünk. Jézus az angyalok öröme, irgalmazz nekünk. Jézus a pátriárkák királya, irgalmazz nekünk. Jézus az apostolok mestere, irgalmazz nekünk. Jézus az evangélisták tanítója, irgalmazz nekünk. Jézus a vértanúk erőssége, irgalmazz nekünk. Jézus a hitvallók világossága, irgalmazz nekünk. Jézus a szüzek tisztasága, irgalmazz nekünk. Jézus minden szentek koronája, irgalmazz nekünk. Légy irgalmas, kegyelmez nekünk, Jézus. Légy irgalmas, hallgass meg minket, Jézus. Minden gonosztól ments meg minket, Jézus. Minden bűntől ments meg minket, Jézus. A te haragodtól ments meg minket, Jézus. Az ördög incselkedéseitől ments meg minket, Jézus. A tisztátalan lélektől ments meg minket, Jézus. Az örök haláltól ments meg minket, Jézus. Sugallataid elhanyagolásától ments meg minket, Jézus. Szent megtestesülésed titka által ments meg minket, Jézus. Gyermekséged által ments meg minket, Jézus. Isteni életed által ments meg minket, Jézus. Fáradalmaid által ments meg minket, Jézus. Haláltusád és szenverésed által ments meg minket, Jézus. Keresztelés elhagyatottságod által ments meg minket, Jézus. Halálod és temetésed által ments meg minket, Jézus. Feltámadásod által ments meg minket, Jézus. Mennybe meneteled által ments meg minket, Jézus. A legméltóságosabb oltári szentség szerzése által ments meg minket, Jézus. Örömeid által ments meg minket, Jézus. Dicsőséged által ments meg minket, Jézus. Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit, kegyelmezz nekünk, Jézus. Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket, Jézus. Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk, Jézus. Jézus, hallgass minket, Jézus, hallgass meg minket. Könyörögjünk. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad, kérjetek és kaptok, keressetek és találtok,
zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Add nekünk isteni szereteted érzelmét, hogy téged teljes szívvel, szóval és tettel szeressünk, és dicséreteddel soha föl ne hagyjunk. Urunk Istenünk, add, hogy szent nevedet mindenkor tiszteljük és szeressük, mert gondviselő oltalmadat soha nem vonod meg azoktól, akiket állatodott szeretetre tanítasz. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Ámen. Most álljunk fel. Imádságunk véget ért, áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak. Istennek legyen hála.